Szoboszlai Dominik gollal és golpasszal vette ki a részét a Liverpool nagy arányú sikeréből a Sparta Praha ellen. Drámai bejelentést tette a korábbi olasz válogatott támadó. A Paris Saint-Germain elképesztő ajánlatot készült tenni a Manchester Unitednek Marcus Rashfordért. Pénzbüntetéssel és pontlevonással is sújthatják az AC horvát edzővel edzővelti át a Láció irányítását. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Ha új vagy itt és imádod a focit, akkor csatlakozz hozzánk egy feliratkozással, és érdemes a csengőre is rákattintani, hogy időben értesülj a legújabb videóinkról. Most pedig térjünk rá a foci világ legfrissebb és legérdekesebb híreire. Tegnap lejátszották az Európa Liga, valamint az Európa Konferencia Liga 8 döntő visszavágóit is, és így mindkét sorozatban kialakult a negyed döntő mezőnye. Az EL-ben a játéknap két legnagyobb arányú győzelmét egy-egy angol együttes, a West Ham United és a Liverpool aratta. Előbbi a Sallai rolandal felálló Freiburgot fogadta és ütötte ki 5-0-ra, így hiába nyerte meg a német alakulat az odavágót 1-0-ra, végül 5-1-es összesítéssel a londoniak jutottak be a legjobb nyolc közé. Utóbbi pedig a chess a Prahát látta vendégül, amelyet Jürgen Klopp csapata az első meccsen elért 5-1-es siker után a visszavágón 6-1-re győzött le. A vörösök fergeteges első negyed órát produkáltak a meccsen, hiszen 14 perc játék után már 4-0-ra vezettek. Érdekesség, hogy ennél gyorsabban ezt megelőzően legutóbb 1971. szeptemberében a Chelsea tudott szertenni négy gólos előnyre egy európai kupa meccsen. A londoni kékek akkor a kupa Európa kupájában 13 perc alatt rámoltak be ennyi gólt a luxemburgi Zsünez Osharás kapujába. A Liverpooli gólcsapot egyébként az a Darwin Nunez nyitotta meg a hetedik percben, aki Szoboszlai Dominik átadása után talált be. A kezdőben helyet kapó magyar játékos aztán a 48. minutumban immár 4 1 állásnál maga is bevette a cseh kapuját, így Dominik már 7 gólt és 5 asszisztot, vagyis 12 kanadai pontot számlál a Liverpoolban, ami a középpályások tekintetében a legjobb mutatónak számít a vörösöknél ebben a szezonban. De betalált a pool részéről Mohamed Salah is, aki így már 20 találatnál jár az idényben. Ez ezzel pedig ő lett a Liverpool történetének első játékosa, aki hét egymást követő szezonban is el tudta érni ezt a gólmennyiséget. Simán kvalifikálta magát az AC Milán is, amely a másik prágai együttest a Szláviát győzte le idegenben 3-1-re, a Milánói odavágon elért 4-2-es siker után. Ehhez a sima továbbításhoz azonban az is kellett, hogy a hazai csapat már a 20. percben megfogyatkozzon, miután a Davide Calabria lábára csúnyán rátaposó Tomás Holest kiállította a játékvezető. Nem mellesleg a párharc első meccsén is hasonlóan jártak a csehek, akiknél akkor El Hadji Malik jutott a kiállítás sorsára a 26. minutumban. A találkozó kapcsán még Rafael Leao találatát is illik megemlíteni. A portugál játékos ugyanis az első félidő ráadásában irgalmatlanul nagy volt ragasztott a hazai kapu jobb felső sarkába, megszerezve ezzel a játéknap egyik, hanem a legszebb találatát tovább ment a másik két olasz csapata, a Róma és az Atalanta is. Előbbi ugyan 1-0-ra kikapott a Brighton vendégeként, azonban az első meccsen elért 4 0 sikernek köszönhetően ez a vereség is belefért a farkasoknak. Míg utóbbi a Sporting ellen vívta ki a negyed döntőben való részvétel miután az odavágon kiharcolt 1 egy 1 döntetlent követően a hazai visszavágon hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a portugál alakulatot. A Sporting tehát kiesett, a másik Lisszaboni csapata Benfica viszont továbbított, után 1 0 legyőzte idegenben a Scott Rangers csapatát. Az olimpik mársza is bejutott a következő körbe, igaz, a franciáknak igencsak rezgett a léc a Villareal otthonában, hiszen azt követően, hogy az első meccset 4-0-ra megnyerték, a visszavágón a spanyol csapat a 85. percre három gólt is lefaragott a hátrányából, és a vendégek végül csak azt követően nyugodhattak meg teljesen, hogy Jonathan Klaus a 94. minutumban belőtte a szépítő találatukat. A játéknap legizgalmasabb meccsét a Bayern rendezték, ahol a Bayern Leverkusen 2 0 hátrányból fordítva verte 3-2-re az Azeri Karabak csapatát, mégpedig úgy, hogy a vendég együttes a 93. percben még 2-1-re vezetett, és így miután az első meccs 2-2-es döntetlennel végződött, ekkor továbbjutásra is állt. Azonban a cserekén beállt Patrick Schick a következő 5 percben kétszer is bevette az ekkor egy kiállítás miatt már 10 emberrel játszó Karabak kapuját, minek következtében 5-4-es összesítéssel végül a német alakulat jutott be az Európa Liga negyeddöntőjébe ami pedig az Európa Konferencia Liga 8 döntős párharcait illeti. Ebben a sorozatban a török Fenerbahce, az olasz Fiorentina, a görög Pauk Saloniki, a szintén görög Olympiakos Pireus, a cseh Victoria Plüzeny, az angol Aston Villa, a belga Club Bruges, valamint a francia Lille kvalifikálta magát a legjobb nyolc közé. Az Arsenal tegnap a hivatalos oldalán tudatta, hogy a 2021 nyarán a Brighton-tól leigazolt Ben White 2028-ig szerződést hosszabbított a klubbal. A 26 éves védő annó 2026-ig szóló kontraktust írt alá a londoniaknál, ezt toldották meg most további két évvel. De a megállapodás tartalmaz egy egyéves hosszabbítási opciót is, és az új szerződés értelmében állítólag White fizetése is megemelkedett. És white kapcsolatos hír az is, hogy az Arsenal kiválósága nagy meglepetésre nem fogadta el Gareth Southgate angol szövetségi kapitány meghívóját a válogatott márciusi, brazília és belgium elleni barátságos mérkőzéseire. Hogy miért döntött így, arra a kapitány szerint nem adott magyarázatot a játékos, aki egyébként azóta egyszer sem lépett pályára. A nemzeti csapatban, hogy személyes okokra hivatkozva otthagyta a válogatott keretét a 2022-es Katari világbajnokság közben. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Drámai bejelentést tett Daniel Osvaldo. A korábban többek között a Juventusban, az AS Rómában és az Interben is szerepelt argentin születésű egykori labdarúgó, közösségi oldalán kürtölt a világá, hogy depressziós, valamint alkohol és drogfüggő és pszichiátriai kezelésre szorul. Az Instagramra feltöltött videóban Osvaldo úgy fogalmaz, nem igazán tudja, hogy segítséget kér, vagy csak szeretné megosztani mindenkivel a problémáját. Egy ideje súlyos depressziótól szenvedek, aminek következtében alkohol és kábítószer függővé váltam. Az életem irányítása teljesen kicsúszott a kezemből, jelentette ki az egykori 14-szeres olasz válogatott csatár, aki a könnyeivel küzdködve azt is elárulta, hogy önpusztító életmódját a hozzá közel állók is megsínlették. Egyedül élek, ki sem mozdulok a házamból, semmi hasznosat nem csinálok az életemben, felkelni sincs kedvem az ágyból. Jelenleg pszichiátriai kezelés alatt állok. Azért mondom ezt el, mert úgy érzem, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy talpra álljak. Eltávolodtam azoktól, akik szerettek és ma is szeretnek. A függőségeim miatt már a családomat, a gyerekeimet sem akarom látni. Egykor elitlabdarúgó voltam tele önbizalommal, ma már azonban rá sem ismerek magamra, és nehéz kilábalni ebből a helyzetből. Mondta Oswaldó, aki a videó üzenet végén elnézést kért egykori feleségétől, a televíziós műsorvezető Daniela Bajesztertől, akitől régiben elvált. Miattam szenvedsz, olyan dolgokat is át kellett élned, amiket nem érdemeltél meg. Nem akarok mentegetőzni, csak azt szeretném, hogy értsd a helyzetemet. Rossz dolgokat teszek, rossz döntéseket hozok, mindaz a dű, amit a világ és az emberek iránt érzek a függőségemnek és a depressziómnak köszönhető. A 38 éves Oswaldó egyébként a pályafutása során számos csapatban megfordult, viselte többek között az Atalanta, a Fiorentina, a Bologna mezét is. 2011 és 13 között pedig az AS Roma futbalistájaként 57 mérkőzésen 28 gólt szerzett, míg a 2013-14-es szezonban a Juventusban 18 találkozón három találatig jutott és bajnok lett. Majd a következő idényben az Inter színeiben 19 összecsapáson 7 volt eredményes. Az olasz válogatottban 2011 és 2014 között 14 mérkőzésen 4 gólt lőtt, pályafutását pedig 2020-ban szülőhazájában az Argentin Banfield együttesében fejezte be. Oszmáldót egyébként megannyi annyi egykori és jelenlegi kiváló játékos, valamint volt klubjai közül többek közt a Juventus is a támogatásáról biztosította az Instagramra feltöltött videójának komment szekciójában. Egybehangzó olasz sajtóhírek szerint Igor Tudor lesz a Láció következő vezetőedzője. Mások mellett Matteo Moretto és Nikolosz Kira is arról ír, hogy a horvát szakember már előre haladott tárgyalásokat folytat a római klub vezetőivel, és várhatóan napokon belül aláírja a 2025 nyaráig szóló szerződését a fővárosi egyesületnél. Tudor azt a Maurizio Szárrit válthatja a sasok kispadján, aki azt követően jelentette be távozását, hogy a Láció hétfőn hazai pályán 2-1-re kikapott a bajnokságban az Udinéz. Től, és 10 fordulóval az zárás előtt csupán a 9. helyen áll a bajnokságban. A fővárosiak az elmúlt héten a Bayern Münchentől elszenvedett 3 0 vereségnek köszönhetően ráadásul a bajnokok ligájából is kiestek, és legutóbbi 6 tétmérkőzésük közül 5 is elveszítettek. Az előző szezonban a Szériában ezüstérmet szerzett égszinkékek hátránya így már 11 ponttal még bajnokok ligája indulást érő helyen álló Bolonyához képest, de a városi rivális AS Róma is 8 ponttal gyűjtött többet. Szári egyébként az elmúlt időszakban többször is konfliktusba keveredett Claudio Lotito klubelnökkel, elsősorban az átigazolásokkal kapcsolatban. A vezetőség ugyan számos játékost igazolt tavaly nyáron, de többségük nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A keret továbbra is meglehetősen szűk, néhány sérülés esetén pedig Szári nem tudta megfelelő futbalistákkal pótolni a hiányzókat. A kulcsemberek többsége ráadásul túl van pályafutása legjobb évein. A csapatkapitány Csíró Immobile például már 35 éves, és nem képes olyan teljesítmény nyújtani, mint az elmúlt szezonokban. Elég csak arra gondolni, hogy a korábbi olasz gólkirály a jelenlegi idényben csupán 6 találatnál jár. Mindazonáltal az elmúlt napokban a Monzát irányító Raffaele Palladino, valamint a rómaiak egykori csatára, Miroslav Klóze neve is felmerült a Láció megüresedett kispadja kapcsán, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a legutóbb az Olympic Marseille irányító Igor Tudor lehet a befutó, aki jól ismeri az olasz bajnokságot, hiszen játékosként 9 éven át erősítette a Juventus-t, edzőként pedig az Udinéze és a Hellas Verona együttesénél is dolgozott. Egyéb iránt a web nevű portál tegnap késő este arról be. Ezt pedig ma reggel Fabrizio Romano is megerősítette, hogy a Lációnak időközben már minden részletben sikerült megállapodnia a 45 esztendős trénerrel, aki a Frozinone elleni holnapi bajnoki után veszi majd át a csapat irányítását. A horvát 2025-ig szóló szerződése pedig tartalmazni fog egy egyéves hosszabbítási opciót is. Bajba kerülhet az AC Milan? A piros peketék ugyan kettős győzelemmel továbbítottak az Európa Ligában a Szlávia Praha ellen, a héten mégsem ez a siker jelentette a főbeszéd témát a klubbal kapcsolatban. Hétfőn ugyanis az olasz pénzügyőrség házkutatást tartott az AC Milán székházában, miután a milánói ügyészség nyomozást indított az Egyesület jelenlegi vezérigazgatója Giorgio Furlani, valamint elődje Ivan Gazidis ellen. A sportvezetőket azzal gyanúsítják, hogy elhallgatták az olasz labdarúgó szövetség elől, hogy a klubnak hivatalosan nem is a Redbird nevű cégcsoport a tulajdonosa, hanem a Milán valójában továbbra is az Elliot Management birtokában van. Ugyanakkor a vádakat valamennyi érintett fél határozottan tagadja. Az amerikai Elliot, amely 2022. augusztusában 1,2 milliárd euróért adta el a Milán részvényeit a Redbirdnek, az ANSA hírügynökségnek eljutatott közleményében a következőket írta. A vád, amely szerint az AC Milán még mindig az Elliot Management tulajdonában van teljességgel alaptalan. Cégünk a klub részvényeit 2022. augusztus 31-én eladta a Redbirdnek, így ettől a naptól kezdve semmilyen részesedéssel nem rendelkezik a klubban, és semmilyen ráhatása nincs annak működésére. A Redbird szóvivője is megszólalt az ügyjel kapcsolatban, és tulajdonképpen ugyanazt hangoztatta, mint az Elliot képviselői. A Redbird csoport jelenleg is birtokolja az AC Milan részvényeinek 99,93%-át, míg a fennmaradó 0,7% a klubot régóta támogató olasz magánszemélyek kezében van. Az a feltételezés minden alapot nélkülöz, amely szerint nem a Redbird a tulajdonosa és a működtetője a klubnak. Cégünk ezt természetesen bizonyítékokkal is alá tudja támasztani. Amikor átvettük az Egyesület irányítását, az Eliot egy három éves futamidejű kölcsönt nyújtott a Redbird számára, de cserébe sem befolyást, sem szavazati jogot nem kapott. Az a célunk, hogy a Milánt visszavezessük a Szériá és Európa élmezőnyébe, és nem szeretnénk, hogy erről bármi is elvonja a figyelmünket. Jelenleg nem folytatunk tárgyalásokat olyan befektetővel, aki bármilyen szintű irányítás is gyakorolhatta a klub felett. A Milán tulajdonosa a Redbird, és az is marad. Természetesen a Milán is reagálta történtekre. A klub közleményben jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, a nyomozásban azonban kívülálló harmadik félnek tekinti magát, mivel a vizsgálat kizárólag a vezérigazgatói minőségében aláírási jogosultsága rendelkező jogi képviselők, vagyis Furlani és Gazidis ellen folyik. Mindeközben a La Gazzetta dello Sport arról ír, hogy az ügy miatt akár pénzbüntetéssel és pontlevonással is sújthatják a Milánt, de ha ez a forgatókönyv meg is valósul, a szankciók csak a következő idényre lesznek érvényesek. Amióta Kilian Mbappé állítólag közölte a Paris Saint-Germain vezetőivel, hogy a szerződése lejártával a szezon végén elhagyja a Paris saint a francia klub a hírek szerint gőzerővel keresi a világbajnok támadó utódját. Bár olyan képességű csatárt alika találnak majd, mint a Real Madridhoz tartó szupersztár, a párizsiak nem egy csiszolatlan nyémántban, hanem egy viszonylag tapasztalt, mégsem idős, a nemzetközi porondon is rutinosnak számító játékost keresnek. A legfrissebb lettkák szerint a Ligue elsősorban a Premier League-ből igazolna szélsőt, aki szükség esetén a csatársor közepén is bevethető. Sajtóhírek szerint a PSG egyik fő kiszemeltje pedig nem más, mint Luis Díaz. A Liverpool 27 éves kolumbiai játékosa jelenleg élete szezonját futja. A bajnokságban 6 gólnál és 4 gólpasznál tart. Minden sorozatot figyelembe véve a találatainak száma már két számjegyű. A pályán töltött percek tekintetében pedig csak Virgil van Dijk előzi meg a vörösöknél. A PSG Diaz iránti érdeklődéséről az RMC Sport újságírója Fabrice Hawkins számolt belsőként, be aki a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a párizsiak érdeklődése valós. A Liverpooli támadó neve valóban szerepel a klub nyári kiszemeltjeit tartalmazó listáján, de kapcsolatfelvétel még nem történt a klubok között. Ugyanakkor, ha a PSG valóban meg akarja szerezni diázt, akkor ahhoz mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen a dél-amerikai szerződése 2027-ig érvényes a pulnál, a transfermark pedig jelenleg 75 millió euróra taksálja a piaci értékét. Persze egy a klubnak, mint a Paris Saint-Germain mindig van B-terve az olyan esetekre, ha nem tudja megszerezni az első számú kiszemeltjét, aki a déli sztár szerint a franciák esetében nem más, mint Marcus Rashford. Az angol válogatott játékosnak finoman szólva sem megy idén a játék a Manchester United Ben. Ebben a szezonban ugyanis összesen csupán 7 gólnál jár, és a jelek szerint nem tartozik Erik Ten Hag kedvencei közé. Az Old Traffordon azonban komoly változások várhatóak a nyáron, és egyáltalán nem biztos, hogy a következő idény elején is a holland trénerül majd a csapat kispadján, és a hírek szerint a keretben is lesz mozgás bőven. Ahhoz, hogy az angol rekordbajnok sztárokat tudjon igazolni, néhány magas fizetése rendelkező futballistától meg kell válnia. Resport pedig kétségtelenül ebbe a kategóriába tartozik. Olyannyira, hogy heti 300 ezer fontos bérével jelenleg ő a klub legjobban fizetett játékosa. A párizsiakat azonban ez sem riasztja el, mert hogy a brit lap szerint a PSG kész a Manchester Unitednek 93 millió euró körüli átigazolási díjat, Resportnak pedig heti 500 ezer eurónál is magasabb fizetést ajánlani azért, hogy a 26 éves játékos a következő években megpróbálja betölteni az Mbappé távozásával keletkező űrt a csapat támadó szekciójában. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.